egyszerű ötlet volt, ami kipattant a fejembe, hogy szedjek össze vagy egy becenevet tőletek, amit bemutatnék egy videóból. És hát körülbelül erről szól a videó, úgyhogy még én se tudom, mivel ez egy ilyen ötlet, amilyen még nem volt a YouTube-on, és még nem csináltam, úgyhogy én se tudom, hogy hogy valósítsam meg. Hoztam egy pokrockát, leülök valahova, ahol nem fúj annyira a szél, és hát akkor lássuk aztán, hogy mit írtatok. Szevasztok! Cseppet fújdogál a szél. Hát rengetegszer dolgoztattalak meg már a tütököt, és adtam nektek munkát. Ezúttal arra kértelek a Facebook oldalamon, hogy írjatok nekem olyan vicces vagy érdekes beceneveket, amiket a saját településeiteken belül használtok, vagy emlékszetek vissza, hogy ilyenekes voltak. Az ötlet az onnan jött, egy falu voltja előtt pár haverról, és ott osztottuk, hogy milyen vicces valakinek a nevás, hogy még milyen nevek vannak, és mondom, tehát az annyira jó, hogy lehet össze kéne szedjek vagy egy ilyen videóba, és bemutassam. Még mielőtt valaki volt támadnak, hogy jaj, most bemondtad a videóba másoknak a gúny neveit, és neked is biztos volt, nyanyanyás, így úgy. Elmondom, hogy az én gúny nevem, hát nem is ilyen gúny, hanem ilyen vicces nevem, az az volt, hogy Ince Maci. Az pedig onnan jött, hogy volt egy kutyám, amit Mackónak neveztünk el, gyermek voltam, kérdezték a faluban, hogy na, hogy hívják a kutyát, és mondtam, Ince Maci. Hát egy félig meddig rám ragadt, de ez aztán így lekopott. A másik a baba volt, három volt egyébként. A másik a baba volt az azért, mert kérdezték, hogy hogy hívnak, és mondtam, Ince Baba. Én rám ragadt a baba, még mai napig van a faluban vagy két-három személy, aki ezt így használja, és mondja nekem, hogy baba, de ez is lekopott. És a harmadik nevem, ami még volt, és örvendek, hogy az aztán feledésbe merült, ez volt inkább a gunyosabb, az pedig az Effendi volt, ugye volt Piedone-val egy film, és abban volt ez az Effendi, ez a kicsi emberke. Gúnyt akarsz íznek is magéréből, Effendi? Nem, hova van? Nagyon a szívemre venném. Hát igen, nekem is emiatt ragasztották reál, mert hát jó südőkölyök voltam, de még a főtám meg voltam esküdve, már akkora voltam. Nem akartam semmit nőni a többiekhez képest. Aztán ez is elmaradt, hál' Isten, ez a tett az is ahhoz, hogy ez lemaradjon rólam, elmaradjon ez a név, hogy hát 170 centi lettem, úgyhogy az tökéletes. De ezt a videót itt nem fogom folytatni, mert úgy fúj a szél, hogy hihetetlen, és ezt valahol máshol kell felvegyük. Elnézést, hogy az előbb még fókussá volt, de ugye hát nincsen kijelző a gépemnek, és akkor nem látom, hogy mit veszek fel. Benyomom az autofókuszt, ha elkapás, hanem nem. Szia Csabika, kicsi falumban volt egy sztori kacsájékról. Annó volt egy egyszerű családból származó leányka, aki kicsit nagyot akart mutatni. Úgy mesélték nekem, hogy kiállt az udvarra, és kérdezte az édesanyját, hogy mi lesz ebédre, kacsapaprikás? A válasz az volt, az anyád seggel, pityókatokány! Érdekesség, hogy a férje és a lánya is megkapta szabadon utána a kacsa nevet. Na igen, ez történik, hogyha valakire reragad valami, a falu reragaszt valakire egy nevet, akkor azt ott generációk és akár megörökölheti. Nyilván nem fogok példázódni Los Angeles-i példákkal, mert nem akarok senkit ellenségemmé tenni azzal, hogy itt elmondom a gúny nevét. De ez az élő példa, hogy ha valakire valami reragadt, azt nehezen tudja lemosni. Hát a kacsapaprikásból lett pityókatokány, megpecsételte pár generációnak kacsájéknál a becenevet. Volt olyan is köztetek, aki még a nagymamáját is megkérte, hogy írjon le egy becenevet, de többen is voltatok, akik jeleztétek, hogy megkérdeztetek még idősebbeket is, csak a lényegesebbeket olvasom. Van itt egy sheriff, még valaki írt egy sheriffet, ott azt írták, hogy azért lett sheriff a neve, mert szeretett dirigálni. Ha hát az elé volt kacsájék, akkor most lett pulykásék, gondolom sok pulykát tartottak otthon, ezeknek nincsen megindokolva, hogy mi lett ez a nevük. Van libáses, hát egy egész állatkert. Nyúzó. Azt gondolom valami mogorva emberká volt, aki ment házról házra, ő nyúzta az állatokat, vagy nem tudom. Rabló Miska. Mondjuk az ő sztoria az érdekelt volna, hogy mi lett neki. Kobra Eta. Lábatlon. Szegény, na ez mondjuk van egy tippem, hogy mi lett ez a beceneve. Habár nem, lehetett az is, hogy örökké ott lábatlankodott, és akkor emiatt. Remélem, hogy emiatt, nem azért, mert fél lába van szegénynek.
liter. Hogy lehet valakinek ilyen becenevet adni, hogy liter? Hát vajon ez honnan jöhetett? Van malaces, cica, csirke, csikó, mondom itt egy egész állatkárt. Zsíros, lófájű, bangós, zárójában oda van írva, hogy nem morgit. Gelesta. Hé, hey, gelesta, menj hossza egy pohár vizet. Madame. Gondolom az illető azért kapta ezt a becenevet, mert örökké kiöltözött, mint egy madame. Ufó. Itt 100%-ban vagyok benne biztos, hogy egy furkopac csóróról van szó, ez biztos. Hanem nem adnának neki ilyen becenevet. Van itt kutyahajú, tappancsfülű, kagyló, kormos, kupás, bögyi, vaksanyi, sült erzsi, dugó, van pulykaes, nem pulykás, égpulyka, nyulász, ruca Géza, kuki Béla, taknyos Sanyi, piku, togyá, csalinka, mikrofonfájú. Mikrofonfájú? Valakinek ez a beceneve a nagyvilág, vagy mikrofonfájú? Mindenre gondoltam, de ilyenre nem. Muffos Jutka, kutyaóru, szalámi, kokos, szőrös szájú Matild. Dübbáncs, partizán, kurélós, lüszi, kisnyakú, tábornok, butyú. Nevek eredete ismeretlen, szakadok rajtuk. Ezt mind drága nagymamám írdosta össze a szomszéd asszonnyal, és képes van, ahogy leírták. Aztán van olyan is, amikor valami híresebb vagy tévében meglátott szeméről kapja valaki a becenevit. Erre is adtatok nekem példát. Itt van egy olyan üzenet, hogy szia MRO, van a falunkban egy úri ember, akinek a beceneve Zsák. De a sztoria az, hogy volt régen a Jöttünk, láttunk, visszamennénk című film, és az egyik főszereplő Zsák Fos, a bolondos. Na az illető szakasztott hasonmása a színésznek, ezért lett ő Zsák. Hát még jó, hogy nem Fos lett. Ki ne látta volna, Jöttünk, láttunk, visszamennénket. Az én anyám Gwendolin volt, és szétépték a farkasok. Mert apám benyakolt a korcsmában, és megittasodott. És belefut a kacsaúsztatóba, a dongalába miatt. Közben a szél kifutta a könnyeket a szememből. Ha már színészek, tévé és ilyen-olyan dolog, filmek, akkor van itt még valaki, azt írta nekem, hogy Darth Vader Marika. Egy életnagyságú Darth Vader kartonfigurával utazott a buszon, és ezért lett az ő neve Darth Vader Marika. Azt hiszem több ilyesmit nem írtatok, ami filmhez kapcsolódik, de akkor olvasom a teljes üzenetet. Szia Csabi, láttam posztot, gondoltam írok pár becenevet, mert nálunk igencsak sok-sok érdekes becenév van. Sines, vasútnál dolgozott, azért kapta a Sines becenevet. Hullahopp, temetkezési vállalkozó volt. Hullahopp. Érted? Hulla, hopp. Hopp, ez egy szar poén volt. Guriga, Karék volt a vezeték neve. Erre is lesz egy fasz a példa, ami így hirtelen egyből eszembe is jut, hogy valakinek az volt a beceneve, hogy Szergej, és onnan kapta eztet, hogy a vezeték neve úgy kezdődött, hogy Szá, és a keresztneve Gárgej volt, így lett Szergej. Ez azért kreatív, és ez azért nálam egy ilyen 10 pontból 11-et megér. Celofán szemű Pocahontas. Mi? Nagy dioptriáns szemüveget hordott, és hosszú haja volt. A névvel ellentétben ő férfi volt. Az én nevem Pocahontas. Az én nevem Robika, ha velem kezdesz, fossál be. Van még például Csubakka, na akkor van. Még filmből, pont a Star Warsból egy másik szereplő, a Csubakka. Nyalóka, hógolyó, dózni, pálca. Remélem találsz benne olyat, ami tetszeni fog. Hát igen, volt egy pár, ami tetszett, köszönöm szépen neked az üzenetet. Most pedig akkor térjünk át egy teljes sztorira. Szintén üzenetben kaptam, még pedig Instán. Hát leírta valaki a teljes sztorit, én pedig elmesélem nektek. Nem annyira monoton, mint hogyha felolvasnám. Szóval még a 15. emi táborban történt a következő eset. Egy csávót elküldtek a városba, hogy hozzon legalább 12 darab elemet gitárerősítőbe. Csóra el is ment vásárolni, és leírták neki az SMS-be, hogy hát elem kell, csak ezt úgy írták le, hogy nem elem, hanem úgy írták le, hogy elem. És akkor ő visszatért a táborba, a városból 12 darab piros elemmel, tudjátok, az a szivar, úgyhogy ő vett 12 doboz szivarot a 12 darab elem helyett. És így lett a beceneve, hát nem találhatok ki, hogy mi, állam. Egy Hargita megyei községben van egy nő, Burjány Erzsi. Azért lett ez a neve, mert az erdőn él, és gyógyít növényekkel.
Ez amúgy egy szép sztori. Mármint az, hogy korcsom előtt, oké, két sor után elmondod, hogy megbetegedtél, a fajáddal, menj, már búrja a nyerzsi, meggyógyít. De viccet félretéve azért elég komoly szakma lehet, vagy elég. Nem tudom, hogy fejezzem ki magam, de ilyen fantasztikus dolog, hogy még léteznek ilyenek. Aztán remélem, hogy a receptjai és sikeresek, nem pedig halálba küldi az embereket, hanem tényleg gyógyít. Viszont érthető, hogy Burjány lett a neve, mert ugye ott mindenféle burján tesz vissza szedcs. Az érdekes, hogy azért neki tudása fegybe kell legyen, mert ő tud egyecsmást, hogyha a burjányokból gyógy dolgot csinál. Úgyhogy le a kalappal Burjány Erzsi előtt. Van egy szintén nő, aki csendes Zsuzsika, mert alig beszél, és ha beszél is, olyan halk, hogy nem hallani semmit. Na hát szegény csendes Zsuzsika. Szerintem minden falunak van egy ilyen alakja, egy ilyen csendes Zsuzsikája, hogy valaki ilyen hallgatag, visszáfúzódó, nem annyira beszél. Szerintem az elég sűrűn elé fordul ilyenre példa falunként. Jöjj, milyen vonat, mert tehár vonat, egy, kettő, 13 vagonja van, és még a mozdom. Egy pap. Szevasz, ne sipol. És akkor volt egy madár, ő mindig madarászott, de sose járt sikárra. Volt hampó, na ez érdekes, ennek azért van egy elég kerek sztoria, és az ő neve egy vallási szertartás miatt van. A katolikusoknál szokott lenni a határkerülés, és régább az egyik határ az pont egy dombnál volt, amit ugye hompnak is neveznek, domb-homp. Egy és ugyanaz. Ennek a szertartásnak, határkerülésnek, hagyománynak, vagy akárminek nevezhessük, van egy furcsa kritériuma. Az nem más, mint hogy itt a határ szélén aztán ott jól megverik a határkerülőket. Legalábbis ez áll az üzenetben. Az újdonsült határkerülőket megverik, felavassák egy jó csipős vesszővel. Na de hampút nem tudták feldönteni, hogy megvárjék, és ő a dombnak örökkédig azt mondta, hogy hampa, nem tudta mondani, hogy homp. Azt mondta, hogy a hampónál nem tudták őt megvárni. És akkor innen jött neki a beceneve, hogy hampó. Jaj, a lábam, hogy elfárom. Nyújtsam ki a cseppet. Az utolsó üzenet előtt, amit hát valószínűleg szóró-szóra felolvasok, van egy másik becenév, amit megjegyeztem, valaki írta, hogy hótojó. És utána kérdeztem, hogy ez mi hótojó, ez honnan jön? És azt mondta, hogy régább úgy volt, hogy falvanként azért jó nagy havak voltak, jó nagy telek voltak, és havat kellett hányni, és voltak szegényebb családok, akik elvállalták, hogy a gazdagabbaknál havat hánynak. Gondolom ösvényt csinálnak az udvarra, stb. És akkor ezeket elnevezték hótojónak. Gondolok egy olyanra, hogy valamikor biztos előtte hótoló volt, csak hát ugye, hogy telt az idő, hótojó lett. Annyira nem találtam viccesnek, de érdekesebbnek annál inkább, úgyhogy azért választottam B. Golyóba, Puca Béla, valami nagy nő csábász lehetett Puca Bélukán. Tarzan és Mackó Éva. Tarzan egy helyi bűnöző volt, aki kicsit kattos volt. Mackó Éva pedig egy idősebb nő, aki megbolondult az ijegységtől, amikor egyszer rátámadt egy medve az erdőben és járja az utcákat, sosem tudja mit csinál és mindig hangosan beszél magában. Szegény. Fel fogok sorolni egy jó pár olyan nevet, amit esetleg, ha nem tudnátok, hogy hívjátok a haverotokot, akkor nevezzétek csak így el. Papó Laci, Gabboncs, Bökő, Botó, Cianyerzsi, Vakkárnő, Tájfi, Pöttyös, Pepi, Kabát, Gázos Margó, Takarékos Kati, Sanyi Kati, Kokó, Cefra, Zsibbad, Bucu, Dzsigu, Tokány, Cövák, Fogos, Genyó, Zümi, Mókuska, Pumukli, Divatklári, Hazugcsürke, Süti, YouTube Jani, Rekice Bandi, Róka, Macska, Bolond Lili, Kugyos Józsi, Vizi Laci, Butélia, Jogobella, Maestro, Vietnámiék, Nyálas Árpi, Csecses Manci, Puliszka Józsi, Kugyos Csájú Manci, a Brazil, Zsíros, Piszika, Csucsok, Vastag, Bubás, Répa, Böde, Bolond Anna, Cuni Margit, s hát körülbelül ennyi, de még találnánk 3 millió ilyen becenevet, minimum. Viszont rengeteget írtatok, tűes, meg nem számoltam, hogy hányat. A javarészit elmondtam ebbe a videóba, valamilyen formában elhangzott. Jött egy Hargita megyei faluról egy tájás körű leírás, a falu nevét nem mondom. Faluban rengeteg bors nevezetű lakos volt, van. Így a faluban az emberek megkülönböztető neveket adtak ki. Mint például Morzsol, Cáka, Szitás, Király, Kuka, Kuzi, Bogos, Pistika, Cuci, Csubuk, Cira, Bari. Hülyé, Bari, lesz itt bajával az üzenettel, míg felolvasom. Hogy ezek honnan jöttek, nem tudom, pár embert megkérdeztem, de ők sem tudták.
Na de a faluban szinte minden családnak, ahogy régebben mondták, folytának van beceneve. Pergú, Hercél, Görhénye, Facsi, Logyi, zárójában Lapid, Piktur, Bolygó, Kain, Császár, Kákán, Vajos, Kutykó, Cuba, Lupsa, Kota, Tuhé, Orjus, Csebres, Dálkos, Ripik, Gázas, Fuxi, Csuti, Ducsi, Bányász, Suszter, Püpü, Kakos, Vidra, Mukettás. Sajnos ezeknek sem tudtam utána járni, hogy ezek honnan erednek. Hát nem es kell aludni, akkor reggelig itt ülnék, így is elég volt felolvasni. Nekem ezek közül a Püpü a kedvencem, biztos sokat püpülhetett, és azért lett az. Mennyire jó dolog te, hogy azért van egy ilyen, ahol faluban ilyen dolgok vannak, és így megbecézték egymást az emberek. És mindenki értette, hogy kiről van szó. Ezeket még az őseink adták át egymásnak. Na de mi a fiatalok sem hagyjuk magunkat, tehát akkor ez most a jelen és a fiatalabb generáció. Van köztünk is Jamal, enyhe afrikai megjelenése van. Megmondom őszintén, én ismerem Jamalt, de nem tudtam, hogy mi lett ez a beceneve. Valahogy másra gondoltam, ugye van ez a török sorozat, vagy milyen fajta sorozat ott a tévében szokott menni, telenovelas, abban, mintha lett volna egy ilyen főszereplő, a Jamal, és azt hittem, hogy arról lett, róla lett kitalálva. Igazából kicsit barna bőre, és ezért kapta ezt a nevet. Yeti? Csak már 16 éves, és legalább 185 cm magas, és egy mázsa. Böbi? Bölény? Ez egy hatalmas buli másnapján lévő böfögésből indult. Bölény. Hát igen, mire jók a jó barátok, böfög egyet előttük, és másnap már az lesz a becenevet, hogy bölény. Józan. Tehát valakinek az a becenevet Józan. Ez azt írja le, ami ő nem szokott le. Ja, jó. Tehát akkor ő sose Józon, és ezért lett a beceneve Józon. Hát az ellentét itt megkapta. Pillancs. Amikor megrészegedik, laposak ott pillant, és az egyik szemét mindig behunja, ha valamire koncentrál. Trikolor. Ha van becenév, amit láttam, ez a valaha lévő legjobb szerintem. Ugye a románoknál van leginkább, vagy hát tőlik van nekik a trikolorjék, ugye örökké várik a májket a trikolorra. Hát a lehugyozott francia zászló színű zászlóikra. És úgy lett valakinek az a beceneve, egy trikolor, ezt soha nem fogjátok kitalálni. A nagyapját Veresnek hívták, őt meg Szőke Barnának hívják, és innen jött az, hogy trikolor, mert hát ugye a Veres az az a piros, Szőke és a Barna. Ez ugye három szín. És akkor trikolor. Édes drága, mennyire pihent adjuk el, legyen valaki vagy valakik, amíg ezt kitalálták, de erős jó pofa tényleg, le a kalappal. Ez viszi a primet nálam. Azt is leírassátok kommentben, hogy nektek melyik volt a kedvenc a videóban elhangzottak közül. Na de még nincs vége az üzenetnek, ha bár lassan a vége felé járunk. Apu, zárójában BD, az nem tudom mit jelent. Elengedte magát és sörhasat nevelt. Olyan apu testje van. A BD meg a szuper ereje. És akkor az utolsó előttiek, kuffer valak, szerintem nem kell megmagyarázni. Tényleg nem. Tajak, részegen rengeteget tajakol. Szégyeltem megkérdezni az illetőt, aki itt az üzenetet, hogy mit jelent az, hogy tajakol, én nem tudom sajnos. De akkor megkérdezek Tütököt, és hát ha valaki tudja közületek, azt is írjátok le kommentbe. Doncs, ezt én sem tudom már. Ha valakit kihagytam volna, elnézést kérek. És evel szépen itt véget ér a videó, mert hát ennyi volt a vicces becenevek, vagy hát a kevésbé vicces, de gúnyos becenevek, amiket tűnt nekem leírtatok, és ezek vannak használatban jelenleg Székelyföldön, s odahaza Csonkahomba, mert hát hogy onnan is jöttek ugye üzenetek, nem csak itt Hargitas, Kovásznas, itteni székelyföldi településekre kell gondolni. Tényleg csak egy ilyen egyszerű videónak szántam eztet, mert hát miért szedhetném össze egy csokorékba az ilyen beceneveket. És hát én köszönöm a figyelmet nektek, én remélem, hogy sikerült egy mosolykát és legalább csajakával az egyszerű videóval nektek. Hát én hamarosan indulok ki Pestre, úgyhogy érkezik egy, remélem, hogy egy nagyon pöpác kirándulós vlog. És hát tyukláb, ludláb mindenkinek, én Mr. Originality, azaz Csabika voltam. Szevasztok!